שלום, אנחנו קוראים מתוך ספר זוהר לעם, כרך י"א. יו רגעת מינדנקינק. אנחנו בפרק מאמרים לראש השנה, כותרת... Tehát mi a 11. pontból olvasunk a Zohar mindenki című könyvből, a Rosh Hashanával kapcsolatos részleteket, a kürt megfújása, kérdéseket föltenni a Kabbala TV-n keresztül, akivel azt a kérdések ki lesznek sugározva a lecke során. בכל ראש השנה חוזר העולם minden új évkor, Rosh Hashanakor, a világ visszatér az előző állapotába, ahogy az volt a teremtés negyedik napján, amikor a Malkut le volt kicsinyítve, és ezért a Malkutot Sanának, énnek neveztük, és a 12 hónapja az évnek, az a korreció sorrendje volt az elejétől a végéig. Azonban, ha az év beteljesedik, és nem volt képes a korrekció beteljesedni, akkor egy új évet kell elkezdenünk és korrigálnunk, és újra és újra kell kezdenünk az elejétől kezdve, ahogy az a teremtés negyedik napja ismétlődését láthatjuk, egészen addig, amíg a korrekció vége be nem fejeződik. És írva a negyedik napjáról a teremtésnek, hogy a teremtő egy nagy fényt hozott létre, és a Malkut olyan nagy volt, mint a Zerampin, mivel a Zerampin az ráöltözött a Binának a jobb vonalára, és a Malkut pedig a bal vonalára, és a két vonala a Binának az el volt válaszva még egymástól. Ezért a bal vonala Binának a szokma volt haszadin nélkül, és akkor a kemény ítéletek leáradtak a bal vonalára Binának, a sötétség megjelent a fény nélkül, a hokma nem tud ugyanis a hokma a haszadin nélkül ragyogni, ezért ez úgy tekinthető, hogy a teremtő az ítélet trónján ül, és onnan terjeszti ki a világra az ítéleteit, és csak a Malkuttól tud megszerezni, és hogyha a Malkut a Binának a bal vonalán van, akkor el van válaszva a jobb vonaltól, és akkor tiszta ítélet, és a Malkut ítéleteket adományoz a világnak. És amikor a sofár hangja megszólal, és a nap nem ragyog, a két vonal a Binának szét van választva egymástól, akkor a bal növekszik, Izsák, és ítéleteket adományoz a Malkut számára, a Malkut pedig a világ számára. És akkor meg kell fújni újra és újra a kürtöt, és ezáltal két korrekció jelenik meg. Az első korrekció az Mantemel, azáltal a zivuggal, amely a Maszak de Hirig az Erampinan szintjén történik, amely a középső vonal a Binának, és ez egyesíti a balt és a jobbat. Akkor az Erampin a Binához kapcsolódik, mondja a fiú. Oké, de akkor kiemelkedik a középső vonal, ami a Habat. Mi tanuljuk ezt a 16-os fejezetben, ugye pont ezt tanultuk a 10 féle tanulmányában. És el kell magyaráznunk a kürt hangjával kapcsolatosan, hogy ez a hang fölemelkedik, a kürtnek a hangja, az fölemelkedik, és ezt Zerampinnak is nevezzük, ez egy hang, amely a felső Binához szól, amely egy új kürtöt ébreszt a Binában, ezért felébred a kegyelem a Binában, azaz a középső vonal, a kegyelem felébred, és egyesíti a két vonalát a Binának egymással, és miután a bal vonal bele lesz foglaltatva a jobba, az összes ítélet az távozik a bal vonalról, és a második korrekció pedig, amikor kiterjed a Bína kürtjének a hangja a három vonalom, azaz megjelenik a Zerampinban a hang, és hogy kiterjed ez a Zerampinban, akkor az a alsó szintre árad a Bínában, és akkor ki lehet lépni a Zerampinba, és akkor mind a három vonal egyszerűen meg, és a Zerampin is eléri a három vonalat, és az összes mohin, ami az alsók számára lett kijelölve, ezt az alsó is eléri,
És sokkal inkább az alsónak a cselekedetére vagyunk szükségünk. Ez a hangnak a sorrendje, háromszor kell megfújni a kürtöt. A háromszoros, itt mondtak három nevet, ez háromszoros szújás, tehát kirat tora kira, ezek egy héber szavak, ezeket kell kimondani a fújás után. Azaz mondja Rab, ez a man emelését jelképezi, a sofának a megfújása, azaz a hiányt kell felemelni a binához, és abban a mértékben tudjuk felébreszteni a felsőt. Tehát így tudjuk őt felrázni, megrázni, és akkor az ő szeretetet akarjuk felébreszteni az irányunkban. Ez mindig a man emelésével érhető el, nincs más eszközünk erre. Tehát az összes cselekedet, amit mi teszünk, amit létrehozunk, a Tórának a segítségével. Lényegtelen, hogy mit teszünk úgy Isten igazából, végsősorban egyetlen egy dolog van. A lényege minden cselekedetnek, hogy imát emelünk, mánt emelünk, fölemeljük a hiány. És abban a milyen mértékben ezt képesek ők megtenni a felső szinthez, akkor madot kapunk felülről, azaz választ az imára, és akkor képesek vagyunk felemelkedni egy szintre, és képesek vagyunk felébreszteni mindent. Tehát az a magasság, ahol felemelkedünk az alsóval, így leszünk képesek mant emelni és elérni a tetejét, ugyanazon a magasságon, ez az, amit az ember elér, és így kap erőt, és ezen az erőn keresztül ugyanarra a helyre kerülünk, mint az ő magassága volt, tehát oda emelünk, ahova a mant felemeljük, onnan kapunk erőt, arról a magasságról, és akkor újra és újra felemelkedünk minden egyes manna emelésekor. Ez világos? Tehát a mannál emelkedtünk föl, nem világos cikk a kérdés? Mi az, ami nem világos? Jó, de ön azt mondta, hogy a hokma... Hát ezek úgy is egy hétköznapi munkás. Tehát hétköznapi módon kell dolgoznod, ezt felemeld a vágyadat, a hiányodat, meg kell kapnod a képességet, az erőt, hogy megmutasd a te főnöködnek, hogy hogy tudsz dolgozni, hogy képes vagy magadat menedzselni. Tehát mondjuk csoportvezetővé akarsz válni, erőfeszítést mutatsz, hogy kiemeljenek téged vezetőnek. Ugye ez adja meg a lehetőséget az, hogy te előre alagy. Ez az állandóan kérés kell emelned a magasabb szintet. Oké, na, de akkor a hokma tud haszadi nélkül imirálni? Nem tud. Oké, magyarabb. Tanuljuk a kabala bölcsességbe, ezt nem én mondom, magyarabb, hogy a hokma az egy öröm, amely a teremtőtől árad felénk, de ezt az örömet kizárólag azzal a feltételt tudjuk megfogni, hogy nem magunknak használjuk föl. Tehát magamat meg kell szorítanom, és azt kell mondjam, hogy minden örömet, az kizárólag a házigazda érdekében használom föl, és nyilván ez azért van, mert az én kalkulációm, hogy ez töltéssen, ez a szűrővel kapcsolatos, hogy visszavert fényt milyen magasságot tudjon felemelni, tehát az az öröm, amit nekem akar adni a házigazda, ezt az ő örömére kell felhasználnom. Egy egyszerű kérdés, mondja a cika. Hogyan tudok magamnak elérni, haszadim? Kérni kell. Na de hogy néz ki ez a cselekedet? A kérés, mondja a... Igen. Hát hogy néz ki az a követelés, hogy én kérek haszadim fény? Hogy néz ki a haszadimra való irányultság? Vár. Ez két kérdés. Hogyan kapok én haszadimot? Én hukmát akarok, nem haszadimot. Tehát én örömet akarok, és valóban én szeretetet akarok adakozni. Tehát hogyan tudom megragadni a hukma fényét? A hukma tele van örömmel. De nyilvánvalóan ezt ma csak akkor tudom megragadni, hogyha én adakozásokon felhasználni. Tehát ma... Ugye ma egy eseményünk is lesz, ugye itt este.
Most nem értettem, sajnos. Tehát lehetséges, hogyha én... Tehát amit ma kapok, mondjuk szaladjál föl a teremtőnek. Hát világos a válasz, hogy szerintem ma van egyébként az új évnapja. Tehát ez az eszköz azt jelenti, hogy hogyan tudok én kérni valamit, ami az akaratom ellenében van egyébként. Válasz? Hát ugye adakozást kérek be, az nincs bennem. Mi a válasz? Itt a kérdés, oké? Okay? Ha nem tudsz erre válaszolni, akkor válaszoljatok együtt, ha nem tudtok egyének, akkor olyan sok van most, nagyon gyorsan. Tehát hogyan tudok én egy olyan állapotot, ahol én az adakozást tudom kérni, amire bennem nincs sürgetés, nem is akarom elérni. Tehát mi az én motivum, hogy ezt megkapjam? Hogy tudom ezt elérni? Icig? Rajta te kezded. Csak a környezet által, a helyes környezet az, ami elkezd adakozni, vagy rábírni engem az adakozásra, hogy új vágyat felleszek, ami előzőleg nem volt. Csak egy erős környezet által, ahol lenullázódom, és valóban adakozásra használom ezt az erőt. Így van, tehát a környezet által valóban megkapom a fénynek a befolyását, amely engem adakozás felé fog tolni. Nyilván az emberek csalódnak a saját erejében, és a fényhez kell fordulni. Így van, tehát nyilván mi a mások többiektől függünk, ugye ezt érezni kell. Tehát én semmit nem tudok elérni önmagam által, a többieknek kell segíteni, tehát a környezettől függök. És valóban azáltal, hogy megkapom a példát, a benyomást, tehát nekem kell mindenféle ez egy valódi vágyjal, hogy erre emelkedjünk. Tehát nekünk magunkra kell vonni a fényt, amely korrigál mindent. A fény ugye elindul, mondja Rav, annak érdekében, hogy... Tehát, hogy milyen fajta tehát, hogy hogy tudunk mindenféle vágyakat felemelni. Tehát a teremtő nagyszerűsége, ez azt jelenti, hogy a környezet az, amelyik eléri nálam, hogy én adakozni kezdjek. Tehát nyilvánvalóan tehát hogyan tudjuk megszerezni a fényt, hogyan tudjuk elkezdeni a fény megszerzését? Nyilván először föl kell tárulni a gonosznak, a kapni akarásnak mindenféle módon. És tehát hogyan lehet ugye haszademot kérni az, hogy a hát nyilván a vágyunk az ego fölé kell, hogy emelkedjen. Nincs erre válaszom, gyakorlatilag. Tehát minden egyes ponton érezni kell, hogy a spiritualitás valami nagyobb, az valami jobb nekünk, és itt kezdődik a cselekedet a spiritualitás elérésére. Tehát ez az... és nyilván ez a hokmának a megszerzésére ez kötelez bennünket arra, hogy a csoport egy a legfontosabb a mi számunkra.
Oké, akkor nekünk ugye kell a hokmának a fénye, a hokma ereje, hogy ez kitölt. Tehát ugye egyfelől nekünk ezt érezni kell, másfelől pedig hogyan érjük el azt a fajta erőt, ami az adakozásnak az ereje. העיקר בשבילנו זה להידמות לבורא, להיות גדול כמוהו, להיות, בקצור, להגדיל את tehát, המעמד הזה של הבורא. אז תהת מה שובל, hogyan lehet a teremtő státuszát elérni, tehát egyfelől nekünk a felső világ nagyszerűségén kell dolgozni, mit tudunk tőle megkapni, annak érdekében, hogy felébresszük magunkat. A második dolog pedig, hogy nekünk az adakozás minőségének a nagyszerűségén kell dolgoznunk, amelyen keresztül megszerezzük a spirites világ érzékelését. Tehát másfelől, még egyszer magyarabb, növelni kell a megszerzési edényeink mértékét, tehát dolgoznunk kell az edény nagyszerűségén, a hokmának az erején. Megtölteni, vagy nem? Tehát azért meg kell hozzá a házadén fény, ugye? Tehát én, amikor csak a csoportok, a tanulásból, mit tudom, honnan erőt kapok, akkor az adakozás fontosságát kell megkapnom, ugye? Ez a leglényegesebb. Miért? Mert én adakozok valakinek, aki nagy, ez a teremtő, és az adakozáson keresztül éreznem kell, hogy ő nagy. Ez elég? Vagy nekem a kapnakarási edényem is dolgozik, hogy még többet, még több, még nagyobb edényben tudjam ezt megélni. Igen vagy nem? Vannak, akik azt mondják, hogy igen, vannak, akik azt mondják, hogy nem. Na, a mikrofon neki? Oké, tehát cika. Tehát mi soha azt mondta, hogy soha ne lépjünk a bal vonalra, csak a jobb vonalon maradjunk. Tehát a bal jön, tehát nekünk nem kell ezt növelni, Rav. Hát nyilván nem szabad, ha a teremtőjét dolgozom, hogy elérjem, hogy kitölt és kapja tőle. Ez nyilván az adakozásnak az ereje, ami megnyilvánul, tehát hogy olyan lehessek, mint ő, hogy adakozó lehessek. Tehát edényeket kell megszereznem ehhez, és ezek az edények, azok kizárólag kapni akarás lehetnek, megszerzőek, hiszen nekem nem lehet más, nincs más edényem, és ebbe kéne a hokmát megragadnom. Oké, na de hát pontosan ezért kérdezem, amit kérdezek. De így ez meg maga összezavar engem, mondja a cika. Hát, de ha nincs zavar, nem haladsz előre, mondja. Na, te Niv, mit gondolsz? A haszadim fénye, Jani, tehát nyilvánvalóan ez nem a teremtés célja. Tehát nekünk kell megszerzési edényünk, vagy elérjük a hokmát. Oké, akkor milyen fajta viszony van a két dolog között? Akkor ezekről az edényekről, hogy azokról kell gondoskodni? Hát csak a teremtő tudja megváltoztatni ezt. Nyilván ez csak az adakozáson tud feltárulni, mondja Rav, tehát mi is történik itt? Tudja bárki a választ, az mondja el. Tudod a választ, akkor mondd el. Adod a mikrofont és mondd el. Hát mi mindig a megszerzési vágyat akarjuk növelni, de nyilván ezt az adakozás érdekében kéne megtenni, tehát. Na de így az egész edényt fogjuk korrigálni, ez igaz, magyarabb. De mi arról beszélünk, hogy milyen kell sóvárogni. Hogyan kell helyesen kiépítenem a sóvárgásomat. Hát ezért kell kimennünk terjeszteni, és korrigálatlan vágyakat megszerezni mástól. És így találjuk meg a végső korrekciót. Nekem is vágyom, és ki megyek terjeszteni? Igen, folytasd, csak nem rossz, amit mondasz. Ne rám nézz, folytasd te.
מלמדים אותנו לחפש את הרצונות, בוא נקרא את החסדים. Tehát mi azt tanuljuk, hogy állandóan keresni kell a vágyakat, amiben haszadin fényt tudunk megragadni. Azonban a természetes irányítság mindig a hopmára irányult. Tehát amikor elkezdünk dolgozni, akkor olyan, mintha haszadinra vágynánk az adakozás fényére, azonban a természetes hajlamunk az a hopmára irányul. Tehát a hopmát kell érezni, hogy belépünk. Nem, én egyszerű dolgot kérdeztem magyarabb. Milyen vaskosságon kell dolgoznom? A hokmának a vaskossága. Világos. A vaskosság a hokmár irányul. Na de hogy tudok én a hokmával dolgozni? Hát ebben nem ellenállás is van. Na de hogyan használom ezt az ellenállást? Nem érzem a tökéletességet a saját vágyaimban. Oké, mondja Rav. Van valakinek válasz erre? Hát a szűrővel. De világos a szűrővel, mondja Rav. De hogyan? Hogyan veszem rá magam? Hogy a teremtőhöz fordulja. Hát a tízes körön keresztül. Igen, mert így egyensúlyozom a kapni akarásomat az adakozás vágyammal, és akkor már tudok emelni. Tehát, hogy az oldalamon kell legyen valaki, mondja Rav, aki felé el tudom kezdeni az adakozást, és akkor rajtam keresztül megragadom az ő vágyát, és másképp nem tudok a teremtőhöz kapcsolni, csak a másik ember vágyával. Értitek? Ez egy abszolút szükséges dolog, nincs más választásotok, különben soha nem lesztek aktív adakozók, nem fog megtörténni. Nem tudjátok másképp elrendezni ezt, azért kell a barátnak a vágya. Hát ez valóban... Tehát vagy a baráttal tanulsz, hogy meghalsz, mondja Rav. Mert akkor nincs felső fény. Azért kell a barát, hogy adakozik, hogy valaki fele. Oké, na de ha minden a kürt megfolyásával kezdődik, ön azt mondta, hogy a cselekedetnek az egész lényege a mannemelés, a sofár hangja. A tény, mondja Rav, hogy megfolyják a sofárt, az a mannak az emelése. Oké. És akkor... Akkor a tízes körben, az ima emelés pedig a tízes körben kezdődik. Hát hogy lehetne másképp mondani? Hát hogy tudnád megtenni, hogy tudnád megfogni másképp a sofárt? Hogy tudnád kérni? Ha nem a minnyáron belül, a tízes körön belül. Oké, na de a parancsolat a gyökeretnek és a lombodnak megfelel, az ágazatnak megfelel, az azt jelenti, hogy megfújom a sofárt, és figyelnem kell a választ. Mert de pont azt mondta, hogy van egy kapcsolat a tízes körrel, és a két cselekedet, de azt sokszor beszélte erről, a már emelést a baráttal való kapcsolat okozza. Hát, nyilván a kapni akarásodat kell korrigálnod, tehát a megszerzéssel öblíted át az agyadat, hát ott fogsz rájönni, hogy ezek használhatatlan dolgot. Ugye tudjuk azt, hogy van egy parancsot a kézmosásra, ami azt jelenti, hogy ha megmostam, akkor vannak megszerzési vágyaim. De mégis a bína ereje által átmostam ezeket, hogy adakozást tudjam használni. És akkor ezt kell enni. Tehát a hokmát akkor vettem magamhoz, például ez egy parancsolat az evést, ha kezet mosok. Ez a cselekedet maga, ugye? És aztán, hogy ez a kapcsolat, hogy irányul másokra, sehogy. Hiszen az én megszerzési vágyamat hogyan tudom mi már emelni? Hogy az aktív kézmosással megtisztítom. Na de milyen fajta mantemelek, mi az, ami itt felemelkedik? Milyen fajta erőt kapok a bínából, amiben bele kell foglaltatnom magam, hogy hogyan kapom meg a fényt máshonnan? Tehát mindenek előtt akkor a többiekhez kell kapcsolódnom, hogy meglegyen a vágyunk, hogy a többiek felé adakozzak, és
A mások pedig többet tőlem akarnak megkapni. Ezért én kapcsolom őket a felsőhöz, a felső pedig csak akkor élhető el, hanem a saját vágyamhoz kapcsolom hozzá. Tehát a felsővel való munka az, a, az adakozásnak a ledénye. Oké. Okay. Ezért lehetetlen adakozni a két cselekedet nélkül. Hát hogy? Persze, hogy nem. Hát a man az a mély nukvin szóból származik, ami azt jelenti, hogy adok másoknak. Tehát nyilvánvalóan a tehén adakoznak a borjának. Oké, okay, de... Tehát mondhatjuk csak akkor, man, te menne van vágyam, amiből felemelkedik ez. Vagy mindenféle korporális, fizikai cselekedetről beszélünk a man emelésének elése érdekében. Erre nehéz válaszolni, magyarok. Szinte lehetetlen, mert egy szintet jelent, ahol ezt a cselekedetet, ezt az egységet úgy kell majd a végre, hogy nem kapcsolod senkihez. Tehát ez nehéz. Tégy! Vagy ez nem egy egyszerű dolog, amiről beszélünk, tehát ezt még meg kell majd vizsgálnunk részletesebben. Jó reggelt, Rav, kedves barátaim, világcsoport, Moris, aki szintén ott volt a kongresszuson. Tehát szeretnék kérdezni valamit, hogy ezek a behatárolcsák, hogy ami a, bele vannak fogadva a bínába, és ezt nyilván meg kell kapni a Zerampin. Tehát mindig a három vonalról beszélünk, ami a teremtett lényben jön létre, tehát akkor csak jön létre, amikor szűrő van. Bennünk volt eddig, vagy nem? Tehát tanultál a 16-os is kinézt a 10-féle tanványában? Így van. Hát tegnap is ezt tanultuk, nem név? Na kérdezd meg, Cika itt volt, majd elmagyarázza neked. Na, más kérdés. Mi azt tanuljuk, mondja Rab, hogy a zon, tehát a zon dacilut, amely felemelje az imátalan dacilut van lévő bínához. Tehát a Zerampin és a Mahut két vonal, a Mahut a bal, a Zerampin a jobb, és ilyen módon felemelkednek a bínához, a bína megkapja a harmadik vonalat az ima segítségével, meglátja ezt a hiányt, ami kell, és akkor a bínából kiárad szinten három vonal a Zerampinhoz és a Mahuthoz is, és akkor ezeket egymásba foglaltatja, tehát a bína kapcsolja össze a Zerampint és a Mahutot, azzal, hogy egyformát zúdít rájuk, és akkor ez a Bria világa megtörténik, az Zonde Acilut az összekapcsolódik az ő gárjával, a Jecirában, és a Zonde Acilut a Vakészébe és Zivugjaiv, és így ők a Xeraxutámaná, ugye ez a három szó a kürt megfújásánál, a zonata az a bria, ugye ezt tanultuk, a szuta az a jecire, és a szára, az pedig az Asszia világában lévő zivug. Bocsánat, ez nem a kürt, az nem a zivug, ezt tanultuk, ugye, tegnap. Oké, okay, tehát a kérdésem az más. Tehát látszólag ez a három vonal létezik, a felső világból ereszkedik le, tehát ez nem a... Ne, persze. Tehát alulról felfele is halad a lelkeknek a felébredése során való kérés. Tehát nyilván, hogy ki az, aki korrigálni akarja magát az zondációban, hiszen a zondációt felemelkedik a három vonalon keresztül az Abba imához, és a világ, és a nesemák ilyen módon a világokban lévő lelkek így kapnak fényeket felülről. Tehát, ugye alulról fölfele Máderról beszélünk, felül lefele Máderról. Mert pontosan ez az én kérdésem. Ugye nem alulról fölfele emelkedik ez, hanem felülről lefele a felső világokból ereszkedik le a három vonal. Tehát ez egy felébresztés, amelyet a világok adnak, és nem pedig alulról fölfele ébredünk föl. Tehát hogy működik ez? Hát ez a sofárkor történik meg. A sofár az alulról fölfele megy. Menjünk át a leszke következő részére, amelyiként ugyanez lesz, és előtte énekeljünk egy dal. Tesh
תשנה את העולם, תשנה את העולם שלך. אם תשנה את האדם, תשנה את העולם, תשנה את העולם שבך. כל מה שבחוץ בך, כל תמונה יוצאת ממך. אתה מביט אל תוך מראה בחלקים של נשמתך. אם תשנה את האדם, תשנה את העולם, תשנה את העולם שלך. אם תשנה את האדם, תשנה את העולם, תשנה את העולם שבך. אני וגם השיר בך. האדם הוא עולם קטן, את זה הטבע לך נתן. תשנה את האדם, תשנה את העולם, תשנה את העולם שלך. אם תשנה את האדם, תשנה את העולם, תשנה את העולם שבך. תשנה את האדם, תשנה את העולם, תשנה.